Mennyire várod azt, hogy a külvilágban történő változások hozzák el számodra a kívánatos boldogságot, azt az életet, amiben igazán jól érzed magad? Van erről egy történetem, egy mesterhez elmentek a tanítványai, el leültek beszélgetni, és mindegyikük elkezdett panaszkodni arra, hogy milyen rettenetes dolgok történnek pillanatnyilag az életében körülötte, a párjukról, a munkaadójukról, a, a, a környezetükben lévő változásról panaszkodtak, és hogy ez az akadály annak, hogy ők igazán boldogok lehessenek. Ekkor a mester felállt, kiment, főzött egy kávét, és behozta nekik egy tálcán, de a tálcán az összes pohár másfajta volt. Volt köztük csillogósabb, volt olyan, aminek a széle volt törve, volt olyan, aminek a fogantyúja hiányzott, volt benne műanyag pohár, szóval számtalan féle pohár volt, és arra biztatva a tanítványait, hogy mindegyikük vegye el az egyiket magának. Ott válogattak a tanítványok, mindenki elvette a kávéját, és miközben ott kortyogatták, megkérdezte a mester tőlük, hogy eh, ti mire figyeltetek, amikor választottátok a kávét? A kávéra, vagy a csészére. Ez egy nagyon nagy tanulság lett mindannyiunk számára, hogy te az életedben a kávéra figyelsz, a tartalomra figyelsz, vagy a körülményektől várod azt, hogy igazán jó legyen számodra. Én arra biztatlak, hogy az életedben mindig azt keresd, ami tőled függ, az a szemléletmód, az, hogy megtaláld a szépet és a jót, amért hálás lehetsz. Rengeteg kihívás lesz az életedben, az enyémben is van, és mindig azt mondom, hogy hálás vagyok érte, hogy az élet így bízik bennem, hogy megtisztel azzal, hogy ilyen kihívásokkal állít szembe. A Teréz anyának volt egy ilyen mondása, hogy az úr soha nem tenne rám akkora terhet, amit ne bírnék el. Néha azt kívánom, bárcsak ne bízna bennem ennyire. Valószínűleg neked is vannak olyan élethelyzetek, amikor azt érzed, hogy ez már túl kemény, de hidd el, hogy az életben soha nem történik olyan, amit ne bírnál el, soha nem történik olyan, amiből ne jönnél ki erősebben, és arra biztatlak, hogy mindig a kávéra koncentrálj, és ne a csészére. Azt keresd, hogy mi az, amit tanulhatsz belőle, mi az, aminek örülhetsz, mi az, amiért hálás lehetsz, és mi az, ami a körülményektől függetlenül téged igazán boldogá, örömtelévé tehet. Ekkor lesz igazán teljes és boldog életed.